mai napon minden egyes kláccsal, azaz visszaugrással ezer gemet szerezhetsz a Stumble ban Volt is már egy hasonló videóm körülbelül egy hónapja a Legendary Blog dash viszont a mai napon még nagyobb izgalmakra lehet számítani, ugyanis lézerdesben kell majd beadni a visszaugrásokat, ami egyáltalán nem könnyű. Ahogy említettem, minden visszaugrás ezer gemet ér, viszont ha elrontod, nulla gemmel kell távoznod. Lesz itt természetesen profi játékosok, random nézők, illetve videósok is, úgyhogy mindenképp érdemes velem tartani. Az első versenyzők nem lesz más, mint DPA, akit már ismerhettek több videóból. Sziasztok! Illetve itt van velünk Kenzi, aki segíteni fog nekem, hogy ugye oh. tudjam spektételni mindig az adott klácsoló játékost. Sziasztok! Na itt is vagyunk Laser én ki is ugrok természetesen, és akkor sok sikert. Bármikor, ha úgy döntesz, hogy szeretnéd elvinni az adott gemet, akkor szóljál, hogy megállok, érthetően Jó, elhiertelműen... akkor tettük, elviszem. Elviszem. Nem, de nincs poén, tehát itt most, ha még egyszer kimondod, akkor elviszed. Ha de ha nem poénkodom, akkor elviszem azt az, az egyet. Volna. egyet. elviszed? Aha, de nézzük meg, még meddig megy, ha elviszem, igen. Jó. Ezer gemet elvittél, de most még fanból megnézhetjük, hogy meddig mész. Nem tudom, hogy ezt miért csináltad, mert nézek már a negyediknél tartanál. De nincsen poénkodás, szóval aki azt mondja, hogy elviszi, az elviszi. Úgyhogy DPA-nak az 1000 gemmel fog távozni, de pedig már 5000 gem jelenne, szóval nem tudom, hogy ezt mi az Istenért csinálta őszintén. Nem baj. Így, és még ezt is beadja. Áldekár, hogy Nem baj, tesó! Te és so, nézek még ezt is. Na? Na, ez már egyszer, ez már, már, nem hiszem, hogy be. Nem, ez nehéz. Igen. volna, vagy 6-7000 gem is, de az elsőnél azt mondhatod, hogy el szeretnéd vinni, nagyon kell a peszre, úgyhogy DPA 1000 gem. Távozi. És mi pedig már megyünk is tovább a következő versenyzőre, viszont előtte arra gondoltam, hogy gyorsan megmutatom nektek, hogy hol tudtok velem találkozni a közeljövőben. Felmentek a videós találkozó.hu-ra, akkor láthatjátok is, hogy most hétvégén az január 13-án Békés Csabán, jövő hétvégén az január 20-án Tatán, a következő héten január 27-én Kaposváron, majd Veszprémben és Egerben is lehet velem találkozni. Eddig ez az öt videós találkozó helyszín van idén, és én mindegyiken ott leszek, szóval a linket megtaláltok a leírásban, fitzenjetek rá arra a Szíra, ami hozzátok a legközelebb van, ahova a legkönnyebben el tudtok jönni, és találkozatok velem valamit rengeteg másik videóssal és a videós találkozón. A következő játékosunk pedig Magyarország egyik legjobbja, hanem a legjobbja Joker. Sziasztok, ja, srácok, most megpróbálok nyelni gemet és nem meghalni. Mennyi az a gem, amit úgy már elvinnél mindenképpen? Hát egy négy mert nem bízom a Jumbugra a dolgot, köszönöm, nem kérem. Ilyen 4000, gem ha. az egyébként nem rossz, szóval az azért finom lenne, de szerintem te többet is ott is van, nagyon igen, szép, Igen, van az első ezergem. Itt ugye bármennyi falat egyébként nyugodtan ki lehet kerülni, és ott is van a második, nagyon szép, középről egyből bevállalja. Nagyon magabiztosnak tűnik eddig, és ott is van a harmadik, Jó. három ezer gem már Jokernél, és még nem jönnek annyira a lézerek, úgyhogy itt is még simán be lehet adni a negyediket. Gyönyörű, négy ezer. Jó, gem. Elviszem, 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 igen. Négy gemmel gazdagodik, tehát Joker a második Jó. játékosunk. Most pedig itt vagyunk egy lézer tracer körben, és aki ezt a kört megnyeri, az lehet a következő versenyzőnk. Random 32 darab nézőmmel, vagyis hát 31-el vagyunk itt, én nyilván direkt leugrok, és aki ezt a kört meg tudja nyerni, az lehet a következő, aki megpróbálhat akár több tízezer gemet is nyerni lézerdesben. Eddig ugye a profi játékosai nem kockáztattak túl nagyot, szóval inkább rámentek a biztos kevesebb gemre. Nagyon-nagyon kellett nekik a gem, és nem akarták elbukni. Viszont kíváncsi leszek, hogy az itteni nyertes mit fog tudni kihozni ebből, ő is inkább elvisz kevesebb gemet, vagy esetleg nem sikerül semennyi gemet elvinni, az nyilván nem lenne jó. A legjobb az lenne, hogyha valakinek azért sikerülne több gemet is szereznie. Fél lobby már lassan kiesett. Egyre, egyre durvábban jönnek a lézerek, jönnek már itt a különböző speciális emóták. Valaki az új tetrises blokkot dobálja, valaki inkább boxolkodik. Ott is van a tetris blokk, és X, I, L, L, Y, N, T, mi az Isten. Fel sem bírom a nevét a palinak, Xilin vagy Franz se tudja. A lényeg, hogy ő lesz a következő versenyzők, aki megpróbálhat akár több tízezer gemet is nyerni lézer megpróbálhat klácsolni, be is fogom frendelni természetesen. Úgyhogy itt is vagyunk Xillinnel, nézzük meg, hogy hány darab klácsot tud beadni. Xillin, hogyha szeretnél megállni, akkor egyből légy egy default emótát nyomjál be, ami nem speciális. Az első ezergen meg is van. Kiszki perc nyugodtan falat, szóval az nem levonás itt lézerdesben. Két ezergen van már Xillinnél. Bármikor egyértelműen jelezd egy default emótával, hogy szeretnél megállni, nem jelzik Xillin, és éppen, hogy megvan neki rugással a harmadik klács, három ezergen, tehát már a játék és a negyediket is bevállalja, és nem hiszem el, belemegy a lézerbe. Ú, de rossz hely jött az a lézer. Á, de kár pedig nagyon jó klácsolt, és simán mehetett volna még több gemre, de ez így most sajnos nem sikerül. Xillin tehát nulla távozik sajnos. A következő 32-es menetünk pedig Rashauer lesz. Jönnek is befele a nézők, ennek a körnek a nyertese próbálhat meg ismételten több ezer gemért klácsolni. Nézzük meg, srácok, hogy ki lesz az. Ugye nyilvánvalóan itt Rashauerben azért annyira nem tudjuk meg, hogy ki az, aki jól tud klácsolni de itt is azt mondom azért, aki lehoz egy ilyen 32-es menetet, az azért megérdemli, hogy kapjon egy lehetőséget, és egyenlőre eléggé nagy harcok mennek, oda néz, micsoda fájtok. -ok. Próbálkodnak boxolni, rugni minden, és azért esnek is le elég szépen az emberek, Odin pedig megpróbálkozik egy láthatatlankodással. Micsoda boxok mennek itt srácok, és még mindig nem esett le senki, hát mekkora fájtok -ok vannak itt ezen a blokkon. Viszont 20 játékos már közben leesett, hogy kezd a végéhez közeledni a kör, Valaki inkább itt a biztosra mennek, valaki itt óriási harcokba vannak benne, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki lesz a következő versenyző, aki megkapja a lehetőséget, hogy akár több tízezer gemet is nyerjen a visszaugrással. Í az sajnos a tüskébe lerepül. Őt pedig lebokszolják. Nagyon-nagyon fogynak a játékosok, srácok. Killer is leesik. Már csak három játékos, Odin, Lackó és Márk vannak fönt. Ki lesz vajon a következő, aki megkapja a lehetőséget a több ezer gem nyerésére? És Odint lebokszolják egy v 1 Márk és Lackó között. Ugyanazzal a skinnel vannak, viszont Lackó az, aki leboxolja ellenfelét, ezzel Lackó lesz tehát a következő versenyző, aki megpróbálkozhat klácsolni lézerdesben akár több tízezer gemért is. Itt is van tehát lackós Lackó srácok az első visszaugrásával, ott is van az ezer gem, egyenlőre nagyon magabiztosnak tűnik. Ő is egy nagyon stabil játékosnak tűnik, nagyon profinak, remélhetőleg az is lesz, középről bevállalja a harmadikat, 2000 gem már megvan, és ott van rugással nagyon szépen a három ezer is, nagyon-nagyon-nagyon stabil Lackó, és nem adja fel 4000 gem már lackónál, és egyelőre nem akarja elvinni a 4000 gemet, nyugodtan került ki a falat, hogyha itt soknak ítéled meg a lézert. 4000 gem, tehát egyelőre lackónál nézik, hogy lesz-e 5000, ezzel ő lehet a mai videó rekordere, aki eddig a legtöbbet nyer a mai videóban, és ott is van az 5000 gem, és most szeretne kiszállni. Benyomta a halál emótát, kiszállt át lackó 5000 gemmel, hatalmas GG, hatalmas dupla Gratulálunk lackónak, 5000 gemet nyert tehát. A következő 32-es körünk pedig Hani Robban lesz, tudom, ez nem a legskillesebb pályára, tehát egy kis szó egy kis fan is kell a videóba, aki megnyeri ezt a kört, az lehet a következő versenyző, aki megpróbálhat lézerdesben több ezer gemér visszaugrani. Hát NGT a sajnos nem lesz az, ahogy láthatjuk, leesett a francba, viszont van még jó néhány játékosunk, akik itt próbálnak fennmaradni. Hát nem sokáig fog tartani ez a menet, mert nagyon-nagyon fogynak a platformok. Nézzük meg, hogy ki lesz az a szerencsés és egyben elég ügyes játékos is, aki meg tudja nyerni ezt a kört. Fogalmam sincs, ki volt az. Nézzük meg, hogy ki lesz a lehetőség. TGT Kakaó. Ő lesz tehát a következő versenyzőnk, aki meg kapja a lehetőséget. És már itt is vagyunk Lézerdesben TGT-kakaóval az előző Háni Drop kör győztesével. Sok sikert neked is, minden visszaugrás ezergem ott is ha! Ne! Elrontotta az elsőt. Hát, ez nagyon nagy kár. Pedig biztos, hogy többet is tudott volna látszolni, csak biztos izgult meg minden. Sajnos most ez így sikerült, úgyhogy tégéti a sajnos nem gyert. És már itt is vagyunk egy lávalent mérkőzésben, ami szintén hatalmas tétre megy, ugyanis aki ezt a kört megnyeri, az kapja meg a következő lehetőséget, hogy visszaugrásonként ezer gemet nyerjen. Biztos végben, hogy itt is azért gyors menet lesz, szóval itt azért le lehet boxolni elég gyorsan a játékosokat. Nem fog szerintem órákig tartani ez a mérkőzés sem. Nézzük meg, hogy kinek sikerül a következő lehetőséget megszereznie. Egyébként ezeket a videókat TikTok live-ba szoktam felvenni, szóval most is úgy lépett be ez a sok játékos, hogy nézik a TikTok live-ot. Szóval legközelebb akár ti is szeretnétek belekerülni ilyen videóba, akkor érdemes TikTokon is bekövetni, a leírásban megtaláljátok a TikTok elérhetőségemet is. Neki nincs neve konkrétan. Névtelen játékos is részt vesz. Na őt nem tudom mondjuk, hogy a szarba fogom befrendelni, szóval reméljük nem ő nyer. Na de top 3 srácok. Top 2! És nézzük ki lett a győztes, most se láttam pontosan. Odin! Ő volt, szerintem a névtelen, de itt a szerencsére a nevét. GG Odin, te leszel a következő versenyző, aki akár több ezer gemet nyerhet. Odinra nagyon kíváncsi leszek, itt is vagyunk már ismételten lézerdesben. Hát ismételten sok sikert kívánok. 5000 gemnél többet egyébként eddig még senki nem nyert, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Odin esetleg rámegye valami nagyobb nyereményre. Ha ő a tényleg egyébként az igazi Odin, ő a múltkori klácsolós videóban is benne volt, és ott egyébként nagyon sok gemet nyert, valami 20 ezer közelít. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. 2000 gem már meg is van, és ott is van a harmadik visszaugrás. Gem, már Odinnál ezt a falat inkább skippeli, nyugodtan lehet skippeli, csak ugye minél többet skippelsz, egyre több lézer fog jönni majd a későbbiekben, szóval érdemes minél hamarabb beadni a klácsokat, Odin nem nagyon meri egy előre bevállalni itt a lézeres akadályokat. Itt most nincs lézer, jöhet is a negyedik visszaugrás, 4000 gemért, és ott is van nagyon szép, nagyon stabil. Egyszer látszik a mozgásán, hogy maga biztos tudja, nagyon tudja a visszaugrást. Itt ismételte jön egy lézer, de szerintem ez annyira nem fogja megzavarni. Jöhet az ötödik visszaugrás, és ott is van az 5000 gem. de egyből jött jött a fal, is nem bír elugrani. 5000 gemnél tartott már Odin, de végül ő is sajnos gem nélkül távozik. Á, de kár. Hát reméljük, most már a következő játékosunknak sikerül gemet nyernie. A következő versenyzőnk pedig szintén egy eléggé profi játékos, Jam Glitch lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy neki mennyit sikerül nyernie. Amúgy igazából szerintem az lesz, hogy klácsolok, klácsolok, és amint hogy a lézer rosszul, már mondom is, hogy ennyi. Tesó, azért nem. nyugodtan, nyugodtan figyelj. Te azért jó játékos, hogy azért be tudsz sokat. Ott is van az első klácstár Jam Glitchnek szép. Egyelőre még sehol semmilyen lézer. Ugye a a múltkori videóban több mint 20 ezer, azt hiszem 20 ezer gem körül nyertél. Ugye ott nyilván duplázva volt, mert ott te voltál végig a segítő. De attól függetlenül eléggé stabilan csinálja. Egyelőre 3 ezer gem már is jött a negyedik fal, és ott is van a negyedik. úgozik, uh, kicsit az netces. Right? Kicsit az furán fordultál, de a lényeg az, hogy 4 ezer yeah. gem már Jamie. 4 ezer, na várj, várj. Itt it a it lézer. A fal, és nem nagyon jön lézer. Tehát, hogy. Hát az ötödik visszaugrás, és meg is van. 5 ezer Nagyon szép, nagyon szép. Hát figyelj, szerintem ez is free tehát itt még egy lézer van mögött, azt még simán át lehet ugrani, vagy be lehet ah, nem fogunk kockáztatni. Itt sincs lézer, tesó. Jöhet a hatodik. Jöhet a hatodik, és ott a 6000. Nagyon szép. Nagyon szép. Egyébként 7000 a legtöbb, amit a mai videóban nyertek. Itt már nagyon-nagyon kezdenek jönni a lézerek, és 6000 nem megy előre. Á, innentől már nem lesz jó szerintem. Hát igen, itt már azért eléggé jön. Na, itt e fölött, tesó. Ajaj. adni. Jó, itt, tesz Beadod? Hű, és beadja. beadja. Kiszálltál? 7000 gem jam glitchnek. Hatalmas, hatalmas. Ez a végére nagyon szép volt. Jam glitch is 7000 gemmel távozik. A következő pálya pedig Tetris Stumble lesz, ismételten ugyanazokkal a szabályokkal. Aki ezt a kört megnyeri, az kapja meg következőnek a lehetőséget, hogy klácsoljon több ezer gemért, és remélhetőleg most már nyer is valamennyi gemet. Hajrá, srácok, hajrá, hajrá, hajrá. Nagy a tét, nagy a tét, már alapból, aki ezt megnyeri, az egy hatalmas dolog, hogy megkapja a lehetőséget több ezer gemért, hogy klácsoljon. Azért nem kapja meg mindenki ezt a lehetőséget. Csak hát élni is kéne a lehetőséggel most már valakinek, mert én szívesen adnék gemet, srácok, csak valaki nyerje már meg azt a sok gemet. Na kíváncsi leszek ki az, aki már itt a mestere a legújabb tetrises pályának. Vannak ám itt htg játékosok is a Lionel Messi skinnel, hajrá, hajrá így átesett a pályán a pali, az mi volt? Ilyen GT a Nem marad, nagyon szépen csinálta, de most azért pára leestek, most már azért kezd gyorsulni a dolog. Ilyen GT Lega is leesik, alig van most már pár játékos, Vregi, Kigo, illetve Valmar. Három darab játékos küzd még a lehetőségért, és Valmar is lerepül. Kigo pedig még egyelőre fönnmaradt tauntal. Nézzük meg, hogy fennbír maradni. Egy v egy a szituációs rácok, nézzük, hogy melyikőjük kapja meg a lehetőséget, hogy több ezer gemér klácsoljon. Így és Kigo leesik, Vregi lesz a következő. Ő próbálhat meg akár több ezer gemet nyerni, tehát. Na hajrá, reggi nyerjen most már valaki tényleg sok gemet. Én szurkolok neked, én teljes szívemből szurkolok neked. Sok sikert, hajrá, hajrá, ha el akarod vinni, nyugodtan nyomd be egy default emótát. Ezer gem ott is van, nagyon szép, nagyon szép, és egyelőre nagyon stabilnak tűnik az úr is 2000 gem. Egyelőre még nem jöttek lézerek, úgyhogy szerencsésen 2000 gemet az beadott, és itt sem jönnek még lézerek, úgyhogy hát a harmadik visszaugrás ott is van a 3000 gem. Gyönyörű, gyönyörű egyelőre a teljesítmény. 3000 gem már viszont egyelőre még nem elégszik meg. Nagyon-nagyon-nagyon jó döntés, menjünk csak tovább, legyen csak valami nagyobb izgalom. Jön a negyedik fal, és úgy látom, hogy ez be fogja vállalni, jöhet -e a négyezer gem, és ott is van nagyon szép ugordát a lézer, gyönyörű. Négyezer gem már Vreginél, és ott is van a default emót. GG, négyezer gemet tehát elvisz Vregi. Nem értem egyébként, tehát hogy nagyon mindenki most nagyon-nagyon biztosra megy, tehát szerintem még simán be tudott volna többet is adni. Szeretnék kérni a négyezer gemet. Gratulálok hozzá, Vregi, tehát a következő nyertesünk. Négyezer meg Gazdagodik. A következő játékosunk pedig nem lesz más, mint boxos Erik, aki Kenzinek a duó társa, és szintén egy eléggé profi játékos. Nézzük meg, hogy sikerül-e Gemet nyernie. Ott is van az első Klács, és ott is van az első Ezergem. Nagyon szép eddig, nagyon-nagyon-nagyon szép jöhet is Eriknek a második Klács. Nézzük meg, hogy sikerül-e. Nagyon-nagyon ügyesen csinálja egyenlőre. A harmadik falat inkább nem vállalja most már, be, mert ott érkezik a lézer. Nézzük meg, hogy melyik falhoz fog oda menni. Egyelőre nem nyomod be Default Emul szóval egyelőre nem szeretné elvinni a Gemeket, de ezt a falat úgy tűnik, hogy nem vállalja be következőit, el fog menni a lézer, ez is egy netces, ez is egy netszes, nem vállalja be. Nem vállalja be! Továbbra is 2000 gem, hogyha jól emlékszem, és jöhet a harmadik falna, ezt most már bevállalja végre clean a szituáció. Ott is van a 3000 gem, nagyon szép erik, nagyon szép, de egyelőre nem szeretné elvinni. Nem szeretné elvinni, egy tauntot nyom be, az nem default mód, úgyhogy az egyelőre nem jelent semmit. A tauntot nagyon nyomogatja. Lehet, hogy ezzel akar arra utalni, hogy el szeretné vinni a 3000-et? Lehet, nem tudom, miért nyomogatná a tauntot. El akarja vinni szerintem ezzel, szerintem arra utal. Akkor GG Erik! Neked is 3000 gem, tehát a nyereményed, gratulálok hozzá, ügyesen klácsoltál, te ismertél volna azért tovább, de ez nyilvánvalóan mindig a játékos döntése. Gratulálok, Erik, neked is a 3000 gemhez. A következő versenyző pedig nem más, mint engjété Noel személyesen. Ugh, well, na nézzük, na nézzük, nézzük. Nekem már igazából jobban megy, de jobban megy. aha jobb jobbról is azért adja nagyon, nagyon szépen. Ott hát, is van, tehát Noelnek nézzük, meg, hogy meg lesz a 2000 gempa. Egyelőre még a lézerek nem jönnek, úgyhogy nagyon stabil ott is van. Azért a rugás biztosan biztos benyomja, a 2000 gen meg is van, tehát és átmegy balra, hogy még biztosabb legyen, és ott is van a 3000. Én is egyébként balról tudom talán jobban a látsokat, és jöhet a negyedik, 4000, és ott a lézer átugorja nagyon szépen. GG, 4000 gemnél tartált tengéten, és egyelőre mindent bevállalt, amit csak lehetett. Jó, tehát az ötödik fal. Lesz -e vajon 5000 gem NGT Noelnek? És ott is van, nagyon szép tesó. Jungle hetet csinál, csak mondom, hogy ha azt megdöntöd azért az nagyon nagy dupla vé lenne. Egyelőre 5000, jól számolom? Pontosan. És ott is lehet a hatodik. És ott is van a hatodik, és Átgolja a lézert. Nagyon szép. 6000 gem engét Noelnél tehát. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Egyelőre nem úgy hallatszik, mint aki meg akar állni. Dupla fal az 5000. Hát. Dupla fal az 5000 gem, ha beadod. 5000 gem. És beadja! 10000 gem. Kiszállok, kiszállok, kiszállok. Kiszáll. 10000 gem hülye. Beadja dupla falat. Bemeri vállalni. Az első játékos, aki bemeri vállalni. Hát ez engem is meglepet, hogy meg. Let's go! gemmel gazdagodik, tehát NGT Noel srácok, hatalmas dupla V. Hát erre én számítottam, Jó, is számítottam, hogy a profikat megszégyenítő módon a videóban a legtöbb gemető nyeri. Köszi szépen. És az utolsó versenyző pedig maga Kenzi lesz, aki végig segített nekem a videó során, ugye végig ő volt benne a menetekben, hogy én ugye ki tudjak ugorni és tudjam spektétálni az adott versenyzőt. Sziasztok, srácok! Ciao, tesó! Arra gondoltam, hogy akkor neked 2000 gem jár a múltkori videóhoz hasonlóan az összes visszaugrásért a segítség miatt. Kíváncsi vagyok, hogy te mennyit fogsz tudni így nyerni, ugyanis itt is van az első visszaugrás és egyből ez már 2000 gemet jelent. Ugye a legtöbb nyeremény az NGT -nek a tízezer geme volt, úgyhogy beadta az 5000 gemes duplát. Most úgy képzeld, el, hogy neked a dupla fal az 10000-et 10 jelentene önmagában. Viszont ott is van a harmadik visszaugrás, ami már 6000 gem Kenzinek. Nagyon szép, egyelőre nagyon stabilan tolja a pro Creator. És ott is, ú, de necces volt. 8000 gem, viszont ez nagyon-nagyon penge él volt, pedig nem is nagyon zavar be semmilyen lézer most. Még egyenlőre, és itt sincs lézer, úgyhogy ezt még szerintem simán be lehet adni. És ezzel már tízezer gem. Nagyon Itt Igen, itt még lesz, még lejönni, te még nyerhetnél egy csomó gemet. Hát, te döntésed, te döntésed, de nem szólok bele, nem nem befolyásollak. 10.000 gem azért az nem kevés, de itt a dupla te ez akkor húszezer lenne, ha ez beadná. Ha elmegyek a fal mellett, akkor az semmi, te só. Nem, amúgy kiszálltam volna. Jó, már mondtad, hogy kiszállnál, csak én itt belehúszalak a csőbe. 10.000 gem, tehát Kenzinek is rácok, hatalmas zsígy. Ő is, tehát egy eléggé szép mennyiségű gemmel távozik a videóból. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy egy eléggé sikeres videót zárhattunk, eléggé sok ügyes játékos, eléggé sok gemet tudott nyerni. Írjátok meg, hogy milyen hasonló videót csináljak legközelebb, ahol akár több ezer gemet kiosztok nektek. A leges legjobb ötlet, ami a legtöbb lájkot kapja a kommentekben, azt pedig meg is fogom csinálni. Ha pedig ti is szeretnétek hasonló videóba szerepelni legközelebb, akkor mindenképp kövessetek TikTokon, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, ha még nem lennétek, illetve hogyha szeretnétek támogatni a csatornát, akkor legyetek csatornatagok, ugyanis a tagokkal gyakrabban van ilyen gemnyerős lehetőség. Küldjétek el a videót haveroknak, ismerősöknek, hogy ők sem maradjanak le, csapassatok egy lájkot, ha tetszett, illetve ha szeretnétek még több izgalmas sztámbölgázós tartalmat nézni, akkor ide kattintva jó néhányat megtaláltok, kattintsatok ide, és csekkoljátok ezeket is.